Tengermély tisztelettel és mérhetetlen szeretettel köszöntelek titeket. Mai videóban veszőteszt lesz, kis összehasonlítás veszőtípusok között, és reményeim szerint utat tudok így mutatni azok számára, akik határozatlanok, és vannak a témában kérdéseik a választások előtt. A mai videómhoz a tesztalanyok, vagyis 6 darab méretbe és az általam kért fonterő korlátok közé készített veszőket az oxigénárt ijászattal kapcsolatos termékeket forgalmazó boltnak köszönhetem. Az én nevem Attila és a Gál Úrfi nevű YouTube csatornámat nézitek. Ahogy látom, jól állunk, de azért, hogy még több emberhez eljuthassanak ezek a videók, kell egy kis segítség a részletekről. Mindenkit arra kérek, hogy iratkozzon fel, ha még nem tette, kapcsoljátok be az értesítést, és nézzétek végig ezeket a videókat. Nagyon nagy köszönet jár a videók megosztásáért a családtagjaitokkal és a barátokkal. Köszönöm szépen! Egy nagyon megosztó típusra esett a választásom, főleg mikor hagyományos ijászatról beszélünk, és ez nem más, mint a karbonpálca, amely ez esetben barakuda típusú, és nagyon változatos erőforrásokhoz lehet ezeket kiválasztani. Megosztó, mert mi inkább fapálcatestet használunk, és a legtöbb versenyen ez is van csak elfogadva. De teremijász kollégáink és mások használnak azért karbonanyagú veszőket is. Nem számokról fog a mai videó szólni, vagyis ezekről a veszőkről az adatokat meg fogom adni, az összes lehetőséget viszont nem fogom felsorolni. Inkább az előnyökről és a hátrányokról szeretnék kicsit tisztább képet nyújtani, mert minket ez érdekel a legjobban, vagyis a sebesség, súly, erőarány és használati időtállás. Nézzük először is, mennyi az annyi, mikor csak a pálcáról beszélünk. Itt is volnánk az alapanyag ára nem annyira veszélyes, mint elsőre tűnik, mert ezeket a veszőket sokkal több időn át lehet használni, mint a fapálcatestű veszőket. Itten van az összes technikai adat, amely segítségével választhatunk veszőt, viszont az oxigénárt el is készíti ezeket, ahogy mi kérjük, ha erre lenne igény. Ez nem egy fizetett videó, és a veszőket a bemutató és a tesztek céljára kaptam. Változatos anyagú és típusú veszőket, vagy ha pálcatestre lenne szükség, akkor ezeket külön is meg lehet vásárolni. Minden kiegészítő is rendelkezésünkre áll, mint tollazás, hegyek és ami a veszőkészítéshez csak kellene. Na de akkor lássuk közelebbről a veszőket. 28 hüvelyk a veszőnek a teljes hossza, a hegytől a nok idegakasztó részéig, 40-50 font erejű íjakhoz használható, és a tollazása tradicionális, vagyis hagyományos íjászathoz készültek. Na de a lényeg lényege az összehasonlítás. És cédrus veszőkkel lesznek összehasonlítva, mint dinamika, sebesség, súly, erőarány. Ezek a veszők is 28 hüvelykre lettek levágva, ugyanúgy, mint a karbonveszők, és akkor lássuk a súlybéli különbségeket köztük. És akkor most néhány szóban a technikai adatokról, amelyek ezeket a tesztek során használt veszőket jellemzik. Barracuda karbonvesző, amely spine értéke 700, és 6,3 GPI a súly. Az átmérője 5,75 mm. A tollazás 4 hüvelykes Shield Model pulykatól, amely fekete vezértollat és élénk citromzöld melléktollakat kapott. Ezeket a veszőket 40 és 50 font erő között lehet használni. Én a középutat választom, egy 45 font erejű íjat. A favesszők is 40 és 50 font erő közti használatra készültek, és Szalma József készítette ezeket, amelyeken a tollazás 4 hüvelykes Shield pulykatól, amelyek bandázsolva is vannak. Tetszik a póló, ami rajtam van? A leírásban megtalálhatod a Hungarian Legends elérhetőségét, ahol ilyen és ehhez hasonló menüpólókat találsz. És szerintem mindenki talál valamit az ízlésének megfelelően. Akár egy kellemes meglepetés is lehet, a karácsonyfa alatt valamelyik kiváló minőségű magyar tematikájú póló. Beszéltem néhány szóval ezekről a barakuda típusú veszőkről, nézzük meg a sebességüket ezekkel a faveszőkkel szemben. Milyen különbségek jönnek ki, természetesen valószínűleg, nem valószínű, 100%-os, hogy sokkal gyorsabbak lesznek, mivel hogy a súlyuk is azért valamivel kisebb, és amire én nagyon kíváncsi vagyok az, hogy mennyivel is lesznek gyorsabbak ezek a veszők. Persze tudjuk jól, hogy a céllövésben nem pont a sebesség a legfontosabb dolog, sőt, nem is a legfontosabb dolog. Az összehasonlítás azért is nagyon
helytálló, mert a tollazás is ugyanakkora, ugyanúgy 4 colos tollakkal van mind a két vesző típus felszerelve, egy kis súlykülönbség van közöttük, lássuk, hogy szállnak a vesszők, milyen sebességet érnek el. 40 és 50 font között lehet használni ezeket a vesszőket. Na most én ehhez ezt a szétszedhető 45 fontos top archery lovasiat választottam. Ez egy középút, szóval ne legyen se 40, se 50 font, ne menjünk, a kettő között vagyunk. A minimális védelmet azért ajánlom mindenkinek, egy alkarvédő, egy kifutókesztyű, és egy húzókesztyű, vagy tab. Lőjünk akkor. 6 falveszőt lövök el, lássuk, hogy szállnak, milyen sebességgel. Ez azt hiszem, hogy nem sikerült jól, mert ez csak 55-öt mutat. Ez FPS-be mérjük. 176, úgyhogy ott vagyunk, a sebesség az ott van. 171, ezeket a vesszőket Szalma József készítette. 171. 175. Szedjem ki a vesszőket, és utána kipróbáljuk a karbon vesszőket is. 205. Hát azért egy 30 FPS-es plusz azért sokat számít. Error. 202. 207. Eltolja rendesen a vesszőket. 204. Minden esetre a 30 FPS azért érezhető. 202. Minden lövés azért 200 FPS fölé került rendesen, szóval ezt a 30 FPS-t relatív standardba, pluszba adja a karbonvesző. És maga az, hogy könnyebb a súlya és a merevsége is jobb, ezért gyorsabbak a vesszők. Szerintem az előnye ennek a karbon típusú vesszőnek akkor jön ki a legjobban, amikor gyenge íjakkal lövünk, ilyen 30-25 fontos íjakkal, mert ottan kapjuk ezt az elég nagy plusz FPS különbséges sebességet, és ami minket már távolságban azért elég sokat fog segíteni. Ezeket a karbon vesszőket szerintem a tartosságuk teszi annyira szerethetővé, mert nagyon sokat kibírnak, és a karbantartás is egyszerű maga, mint hegy vagy nok cseréje. Lovasiászok is használják a karbon típusú vesszőket az alumínium vesszők mellett, amelyek ugyanúgy a tartosság miatt annyira kedveltek. Szépen eltolja a vesszőket, minden esetre jó kis ijez. Hát minden esetre érződik a sebesség, amit pluszba kapunk. Nagyon is érződik. Nagyon pontosak ezek a vesszők. Ezt én hibáztam el. Zseniálisak ezek a karbonvesszők, meg kell mondjam. Nagyon pontosan. Szerintem sokkal stabilabban tudják adni a teljesítményt, mint a favesszők, mivel hogy maga anyaghasználatban nincsen akkora változás bennük, mint egy faanyagban, amelynek, hogyha a külső felétől mész befelé, a gyűrűkön befelé, már mindenhol változik a faanyagnak a minősége és a sűrűsége a szálnak. Úgyhogy egy kellemes meglepetés ez a karbonvessző. Szépen tolja el minden esetre ez a 45 fontos íjésőket. Lesz egy kis távlövés, így egy kis képet kapunk arról, hogy nagyobb távolságnál meddig lehet távcéllövésre használni egyiket vagy a másikat. Jelen esetben ezzel a 45 fontos íjjal, de a legtöbb laminált 45 fontos íj nagyjából tudja ezt a teljesítményt. Úgyhogy lássunk, melyek szedjem össze a vesszőket, és aztán készülünk a távlövésre. Ahogy mondtam, ennek a távlövésnek jelen esetben nem az a célja, hogy nagyot lőjünk, hanem az a célja, hogy lássuk, hogy nagyjából milyen távolságra lehet távcéllövésbe használni ezeket a vesszőket, egyiket vagy a másik típust, a karbon és a favesszők közt, mik a határok, mik a különbségek. Természetesen favesszőbe is feljebb lehet tuningolni a vesszőket, szóval ki lehet dongásítani, meg lehet egy csomó minden mást használni, viszont itten ezek standard céllövő vesszők,
és minket ez érdekel, távcéllövésre nagyjából milyen távolságra szállnak el ezek a vesszők. Lássuk, 45 font, top archery, toljuk arrébb a vesszőket. Amúgy megsugom nektek távlövést, lehet nyugodtan gyakorolni céllövő vesszőkkel is. Gyakorlás a lényeg. Karbonvessző. Ajaj. Itten már, hát nem tudom, hogyha nagyobb távolságra szállnak el, sokkal nem tudom, ha nagyobbra. Másik dolog az, hogy 4 fok van, 4 Celsius fok van, nedves idő, tényleg nedves, mert mind eső volt mostanig. Rendben, menjünk a vesszők után. Itt vagyunk 80 méternél, és hát, mennyit mondtam, nem is tudom, mennyit mondtam, 150 métert. Ha elszállnak, akkor az már nekem egy pozitív élmény. 150-180 méter közé satszolom így az elszállt vesszőket. Hát egyelőre még nem látok vesszőt, ilyen élénk zölddel tollazunk fel, úgy azért rikítanak. Hát itt van az összes vessző, ahogy látjátok. Jobbra van egy favessző. Kíváncsi vagyok, hogy meddig szálltak. Itt vagyunk 172 méternél, és most vagyunk egy vonalba vele. 177 méter az első favessző. Hát ez zseniális. Balra a favessző, jobbra a favessző. Az egyik 186, ha, azt a, hát eltolták őket. Az a másik, ez meg 191 méter, ez 194, itt van azt hiszem az utolsó favessző, ő 197 méterre repült, utolsó fa típusú vessző, karbonvessző az 199, mondom én sorban, hogy melyik hova került. Hát ott van egy a szélén, az 204 méter, ez 205 méter, még közelebb volt. Itt van még kettő, 211, hát igen, ez is olyan, nagyjából a másik is ott volt, és 212 méterre szállt el a legjobb vessző. Hát minden esetre azért céllövő vesszőkről beszélünk. Nem maradtak sokkal le a favesszők se amúgy. Megmondom az igazat, van egy ilyen 10 méter köztük, ha jól látom, a legjobb favessző is közte. Nagyjából van egy favessző zóna és van egy karbonzóna. Nagyon jó kis eredmények ezek. 3D-s teremjászatra kiválóak, mert erősebb íjakat tudunk ezekkel a vesszőkkel használni, és a sebesség pontosság nagyon kiemelkedő ezeknél a vesszőknél. Persze, mint minden vessző és íj, a mögötte levő ember tehetsége szerint teljesít. Azok számára is egy jó választás, akik gyenge íjakkal lőnek, mert a vesszők súlya kompenzálja a dinamikával az íj kis erejét, így nagyobb távolságokra is megfelel, anélkül, hogy megterhelő lenne a használata. Barakuda testek 300-tól 1800 spine értékben választhatóak, így mindenki meg tudja találni a megfelelő nyilat az íjhoz, húzósúlyhoz és húzóhozhoz. Mivel a tengely kis átmérővel rendelkezik, a fal viszonylag vastag, és ennek az előnye a magasabb stabilitás. Számomra sokáig tabu téma volt a karbon, pedig alumínium vesszőkkel kezdtem a kassai íjjal és kassai vesszőkkel, és utána mindenki fapálcatestek felé irányított. A fapálcatestek készítőktől, gyártóktól függően lehetnek jók és rosszak, de mindig bekerülnek gyengébb testek is, és ezt láttam is használat közben. És általában, mikor az ember sporolni szeretne, akkor ráfizet, mert olcsó húsnak híg a leve. Szerintem mindig meg kell találni azt a készítőt, gyártót, ahol valóban ki vannak válogatva a spine érték szerint a vesszők, és a nagyon alacsony ár, az intőjel kell legyen, mert nem lehet jó minőségű alapanyagot beszerezni olcsón. Mindig a funkcionalitást tegyük az első helyre a sok parasztvakító díszítés helyett, amelynek szerintem akkor van létjogosultsága, ha már tapasztalataink szerint egy felső kategóriás vesszőkészítő az, aki ezeket díszíti. Általában mind íjak, mind vesszők tekintetében a túlzottan alapból való díszítés eltakarhat olyan dolgokat, amelyek okkal nincsenek a szem előtt. Mert ez is a díszítés célja bizonyos esetekben. Vagyis, ahogy szokták mondani, túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.
vagy másképpen parasztvakítás. Ezért is vagyok a letisztult, szemmel látható anyaghasználat híve, mert így az ember tudja, mit vásárol, és a készítő sem árul zsákba macskát. Na de visszatérve a karbonveszőkhöz, számomra kellemes ezeket használni, és tudom ajánlani bárkinek, akik a fent említett kategóriákban magukra ismernek. A számok, sebesség szerintem meggyőző képet festenek elénk, és habár a fatestű pálcák maradnak a kedvenceim, a karbonveszőknek is látom a létjogosultságát sok esetben, mint például olyan körülmények, mint esős idő, vagy olyan környezeti viszonyok, ahol ennek helye van, és teremjászat, vadászat, és sorolhatnám tovább. De döntsétek el ti, ha van erre igényetek, vagy nem. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani ebben a témában, persze lenne azért sokkal több gondolatom is a témában. De hagyni kell helyet a tapasztalat növekedéséhez is, így van idő többet is megtudni, okosabb, tapasztaltabb íj- és vesszőkészítő mesterektől, a vesszőkészítés folyamatairól, a mögötte rejlő elképzelésekről. Nagyon szépen köszönöm az Oxygen Art IAS termékekkel foglalkozó boltnak ezeket a vesszőket, amelyek azért a felső kategóriás minőséget képviselik. És ha többet szeretnél megtudni róluk, akkor a leírásban megtalálhatjátok az elérhetőségeket. És a Google-nek köszönhetően le is lehet az oldaltartalmát magyarra fordítani. Valószínűleg fapálcatestű vesszők lesznek legközelebb kipróbálva, már láttam is érdekes kialakítású vesszőket, amelyeket ki szeretnék próbálni, mert miért ne? Kell a tapasztalat, és ha valami jól működik, akkor kíváncsi vagyok rá, hogy megosszam veletek az élményeket. Ha tetszett a videó, akkor jöhet a feliratkozás, a like, és a megosztás nagyban segíti az algoritmus jobb működését, úgyhogy hajrá! A komment szekcióban várom az észrevételeket. Köszönöm szépen a megtekintést, a viszontlátásra, sziasztok!